8 zsinórban elveszített mérkőzés után fogadta az utóbbi időben szintén bukdácsoló Szegedet a Marsó-Nyíregyháza. Nem úgy indult a mérkőzés, hogy megszakad a hazaiak negatív sorozata, az első negyed dereken ugyanis már 11-2-re vezettek a vendégek. Az első szünetre 2 pontra faragta a hátrányát, a 3 meccses mellőzés után Bráne Szavicsot is pályára küldő házigazda, a félidei pihenőre pedig már 8 pontos előnnyel vonulhattak le a kék cápák. A harmadik és negyedik 10 perc ugyan 1-1 ponttal a tiszapartiak élet, de a mérkőzést 5 ponttal a hazaiak nyerték, így 4 hónap után örülhettek ismét bajnoki győzelemnek. Úgy gondolom, hogy jó mérkőzés volt, és sokat dolgoztunk azért, hogy meg tudjuk nyerni ezt a találkozót, és azt hiszem, hogy akik kilátogattak ide a csarnokunkba, azok egy nagyon jó mérkőzést láthattak, és egy olyan csapatot, aki az első pillanattól kezdve küzdött. Mindig is ezt vártam el a játékosaimtól, és annak ellenére, hogy egy kicsit nehezen indult a találkozó támadása, úgy gondolom, hogy csak időkérdése volt, hogy mikor fogjuk átvenni a vezetést. Persze, ha nem találtunk volna be, akkor elúszik a találkozó, de szerencsére időben tudtunk kapcsolni, és onnantól kezdve nem volt kérdés az, hogy ki nyeri meg a meccset. A vendégek edzői elsősorban a sok eladott labdának tulajdonított a csapat a vereségét. Elsősorban szeretnék gratulálni a hazai csapatok, teljesen megérdemelt győzelem. Jobb volt, nagyon nehéz most mondani valamit, 27 hiba, 27 eladott labda, után nagyon nehéz csinálni jó eredményt. Jobb volt hazai csapat, sokkal agresszív, mi csináltunk sok hiba, és azért kikoptunk, és végén, és jó eredmény, azért kikoptunk, csak 5-2 pont. A forduló további eredményei: Pécs-Kaposvár 57-88, Mavsz-Szolnok 69-75, Körment-Atomerőműese 63-66, Kecskemét-Sopron 83-72, Albafehérvár-Jászberény 110-89 és Zalaegerszeg-Szombathely 84-49. A tabella élén az Atomerőműese áll 15 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 14-4-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A Marsó-Nyíregyháza 4 győzelemmel és 14 vereséggel a 13. helyet foglalja el a táblázaton. A hétvégén a Magyar Kupa 8-as döntője miatt nem rendeznek fordulót a bajnokságban. A Marsó-Nyíregyháza nem érdekelt a fináléban, így Sitko Ernő együttese vasárnap Budapesten pótolja a 14. fordulóban elmaradt Mavsz elleni mérkőzését.